Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit, Szedlacsik Miklósnak hívnak, tegeződve szoktam tartani a képzéseket, remélem ez nem bántó senki számára, sőt itt nálunk mindenki tegezi egymást kortól nemtől függetlenül. Szeretném megkérdezni, hogy mennyire vagytok elégedettek a jelenlegi világunkkal. Mit gondoltok ebben kapcsolatban, hogy, hova felé halad ez a világ? Tehát nem tudom, mennyire észleltétek, hogy mintha nem jó irányba haladna, nem? Érdekes világot élünk, nem? És milyen világ lesz, hogyha a jó emberek nem tesznek semmit? És csak úgy alakul a világ. Tehát most azt kellene a normális embereknek végig gondolni, ugye kik a normális, a szociális embereknek végig gondolniuk, hogy hogyha az életükben valamit nem javítanak, nem gondoznak, nem ápolnak, nem foglalkoznak vele, az javul, az jobbá válik, csak úgy magától jobbá válik. Mi? Mondd már meg nekem, hogy az életedben mi vált magától jobbá? Akkor egyszerűen nem értem, hogy a jó emberek miért gondolják azt, hogy az élet az úgy magától jobbá válik. Főleg úgy, hogy vannak olyan emberek, akik már a terhesség 9 hónapjában olyan terhelt időszakot éltek meg, hogy gyakorlatilag antiszociális személyként születtek. Felnőttként ezeket úgy hívják, hogy pszichopaták. Ugye a másik emberek olyanok, megy a rádió, de sípol mellette. Oké, már nem. Tehát gondoljuk végig, hogy hol tartottam? Ah, jó. Ja, igen, pszichopatának születtek. És akkor van a másik típus, aki gyerekkorban kap olyan mértékű elnyomást, ami által szociopatákká válnak. Tehát ez mind a két típus antiszociális személyiség. Mind a kettő. De téves az a nézet, amit a filmek ábrázolnak mondjuk a pszichopatákról. Azok nem gyilkosok jellemzően, hanem csak a környezetükben lévő emberek életét lehetetlenítik el azáltal, hogy olyan mértékben gondolják azt, hogy úgy kell történni a dolgoknak, hogy ők akarják, egy, kettő, nincs bennük mondjuk sajnálat, részvét, együttérzés, empátia, beleérző képesség. Tehát ezek nincsenek, nem tartalmazza a személyiségük. Tehát a, vagy a 9 hónapban, vagy a 9 hónap után ez eltűnt belőlük. Egy maradt, hogy az ő akaratuk az érvényesüljön.
sok esetben hatalmas hatalomvágyal. Ilyen az emberiség 20%-a. Ez a két típus. Vagy pszichopata, vagy szociopata. És ugye én már tanultam ezt a 90-es években, hogy akkor lesz nagyon nagy gond, hogyha a vezetésben, főleg az állami vezetésekben, ugye azért többes számról beszélek, mert a világon sok állami vezetés van. Hát ilyen emberek kerülnek hatalomra. Ráadásul az ilyen embereknek, hát vannak köztük olyanok, akiknek igen nagy hatalomvágyuk van. És ha egy pszichopata vagy egy szociopata kerül hatalomba, akkor azoknak az embereknek, akik a környezetükben élnek, és hatással vannak rájuk ezek az emberek, hát azoknak azt lehet mondani, hogy annyi. Nem megölik őket, és ne értsétek félre, hanem gyakorlatilag olyan mértékben hatnak rájuk negatívan érzelmileg, hogy azok az emberek, akikre hatással vannak ezek a típusú emberek, ezek az antiszociális, mert ez az összefoglaló nevük, hogy antiszociális emberek, hogy bénán viselkednek a többiek az életben. Tehát a bénán viselkedés jele a sorolom, jó? A bánat. A bénán viselkedés jele a félelem, a bénán viselkedés jele a düh, harag, a bénán viselkedés jele a nyílt ellenségesség, rossz indulatosság. És akkor ilyenné teszik a környezetükben lévő embereket. És akkor ezáltal ezek az emberek bénán működnek az életükben. A fő fegyverük, hogy megpróbálják elérni a környezetükben lévő embereknek, vagy embereken, vagy embereknél, inkább úgy mondom, megpróbálják elérni, hogy ők ne tanuljanak, ne fejlődjenek, ne eszesedjenek, mert akkor, ha eszesebbek lennének náluk, akkor azt gondolják, hogy azzal veszélyt okoznának azok az emberek rájuk nézve. Tehát mondhatjuk azt, hogy magukból indulnak ki. Tehát ők azt csinálják, hogy nem hagyják az embereket fejlődni, hogy ők legyenek az okosok. És azt gondolják, hogyha a többi ember, akik ugye szociálisak, okosodnának, akkor az ránézve olyan hatás lenne, mint amit ő gyakorol a többi emberre, nem tudom, világos-e. Hát ugye alapvetően van egy ilyen mondás is, hogy az ember magából indul ki. Tehát ezt látni az embereknél, hogy mennyire magukból indulnak ki, hiszen sokszor látod azt, hogy valaki azt gondolja, hogy ő benne nem bíznak, és hogy találkozik mondjuk egy emberrel, akkor tudja, hogy azt fogja gondolni, hogy nem bízik benne. Miért? Mert ő senkiben nem bízik. Érted? Csak így példát mondtam. Tehát
Az emberek nagyon nagy többsége az saját magából indul ki. Tehát ha például valaki mondjuk tudom én mondjuk fél, akkor olyan kommunikációt folytat, hogy más is féljen. Más is féljen. Tehát ugye az őszinti elnézést, az őszintjén legyen. Szóval most gondoljátok végig, hogy én már lassan 30 éve tanultam, mondjuk 25 éve, pont 25 éve tanultam azt, hogy nagy baj lesz akkor, hogyha az antiszociális emberek hatalomra kerülnek. Tehát, és ez megvalósult. Honnan látni, hogy megvalósult? Hát irdatlan mértékben rávették az embereket az elmúlt három évben dolgokra. Soha nem látott mértékben. Tehát olyanra, hogy féljenek egy nem látható ellenségtől. Beoltassák magukat olyan dolgokkal, amiről fogalmuk nincs, hogy mi van benne. Ezt többször is megtegyék, ne csak egyszer. Hogyha egy állami vezető fogja és hagyja, hogy leromoljon a hangulata, akkor minden ember úgy működik, hogy rossz hangulatban, tehát van az elménk, az elmének van kétféle működése. Van a bal agyféltekes működés, meg a jobb agyféltekes működés. Ez a kettő egyszerre nem tud működni. Vagy ez működik, vagy az működik. A bal agyféltekes működésünk az az érzelmi részünk, a jobb agyféltekes működésünk az pedig a gondolkodásunk. Vagy gondolkodunk, vagy érzékeinkre hallgatunk. Az érzéseinkre, nem az érzékeinkre, bocs, érzéseinkre hallgatunk. De az érzéseink azok mindig összehasonlítanak egy múltbéli hasonló eseménnyel. A múlt pedig soha nem azonos a jelennel, illetve a jelen soha nem azonos a múlttal. Ezáltal a jelenben gondolkodni kellene. Na most, ha egy ember nem tud gondolkodni, akkor mit csinál? Úgynevezett szakemberektől tanácsot kér. Milyen szakemberektől? Akik eleve nem jó hangulatúak. Ha megnézed, azok az emberek, akik 2020-ban tanácsot adtak az állami vezetőknek, azok egészségügyi vezetők voltak. Tehát egészségügyi dolgozók, egészségügyi vezetők. És azoktól kértek tanácsot, akik eleve, tehát van két szakma, nem tudom, tudjátok-e, hogy melyik az a két szakma, ahol a legrosszabb hangulatúak az emberek. Egyik az orvos, a másik az ügyvéd. Oké? Miért? Mert az orvos is, meg az ügyvéd is egész életében csak rossz hírt hall. Senki nem megy úgy orvoshoz, hogy drága, kedves orvos, én olyan jól érzem magam, csak eljöttem beszámolni arról, hogy jól érzem magam. Voltam már így orvosnál? Nem. Senki nem megy így orvoshoz. Hogy megy az ember orvoshoz? Megy panaszkodni. Tehát az orvosok, az egészségügyi dolgozók egész életükben panaszáradatot hallgatnak. Oké? Okay? Na most, onnantól kezdve, egy ember panaszáradatot hall élete jó részében, nehogy valaki azt gondolja, hogy jó állapotú tud lenni. És ez tény. Tudod, miből tény? A szakmák közül a leghamarabb meghalnak az orvosok és az ügyvédek. Csak hogy ez egy statisztika. Miért? Mert a panaszkodók kiszívják az életenergiájukat. Világos ez? Annyi panaszt hallgatnak, ami által gyakorlatilag még az élettől is elmegy a kedvük. Világos? És hamarabb meghalnak, mint a többiek. Na most gondold végig,
egészségügyi dolgozók, egészségügyi vezetők, ilyenektől kérnek tanácsot azzal kapcsolatban, hogy mit tegyenek, ha felüti a fejét egy vírus. Ezek a hülye, nem normális, nem tudok más mondani, emberek meg azt tanácsolják, érted? Hogy akkor csináljatok karantént, meg zárjatok be mindent, zárjátok be a gazdaságot, rakjatok rájuk maszkot, ugyanabban maszkban járjanak hetekig, jól szívják vissza a baktériumot, ami közben ott tenyészik a, hogy hívják be a maszkba, érted? Tehát tök abnormális az egész. Tehát mintha nem tudnának az állami vezetők normálisan gondolkodni. Tehát gondoljuk végig, például van egy légkondi. A légkondi miért tud baktériumokat kibocsátani magából? Tudod miért? Nagyon egyszerű. Azért, mert mikor megy a légkondi, pára csapódik ki. Tehát megállítod a légkondit, fogod és megnézed a lamellát, ahol jön ki a levegő, párás. Érted? Tehát kicsapódik a pára, utána bennmarad a légkondiba. És a baktériumok a párás helyet szeretik. Ha levegőt veszel maszkon keresztül, akkor párát véletlenül nem bocsájtasz ki. Tehát az emberek azok száraz levegőt bocsátanak ki? Hát baktérium tenyészet tud lenni egy maszk, egy szájmaszk, érted? Baktérium tenyészet. Ha csak nem cserélik 4 óránként. Vagy nem fertőtlenítik, mossák, stb. Szárítják, és újra hasznosítják. Érted? Hát ha valaki bemegy egy kórházba, mondjuk műtőbe, hát az orvosok, mit tudom én, minden műtét előtt új maszkot vesznek fel. Érted? Miért nem ugyanabban a maszkban vannak egész nap? Hát azért, mert a maszk a párás levegő miatt baktérium tenyészet tud lenni. Tehát a légkondi, akkor semmi gond nincs vele, ha utána meg tudod azt csinálni, ha van rajta olyan program, hogy kiszárítod. Mivel tudod kiszárítani? Mondjuk ventilálással. Érted? Vannak olyan légkondik, amelyikkel meg lehet csinálni, vannak, amelyikkel nem lehet megcsinálni. Amelyikkel nem lehet megcsinálni, azt időként baktériummentesíteni kell. Amelyiket meg lehet csinálni, abban nem lesz baktérium, mert kiszárad, és ha kiszárad, akkor nem táptalaj a baktériumoknak. Világos ez? Na most, és ezt nem tudják az egészségügyi dolgozók, vagy nem tudja egy mit tudom én, egy állami vezető ilyen egyszerű dolgot. Hogy egyszerű? És logikus. Szóval gondold végig, egy olyan világban élünk, ahol ugyanígy működik egy szociális ember is. Ha elbutul, hibát hibára halmoz. Problémát és problémát gerjeszt a környezetében. Nézd meg, egy nagyon rossz állapotú ember kifejezetten teher, tétel a környezete számára. Így működik. Kifejezett tehertétel a környezete számára. Tehát egy olyan világban élünk, ahol általánosan megy le a hangulat. Azok, akik ultragazdagok, akiké a hatalom, tehát tudod, hogy ez úgy működik, hogy minél több család vagy személy lesz nagyon gazdag, az előtte lévő nagyon gazdagok annál inkább akarnak még gazdagabbak lenni. És akkor ez a magyarázat, hogy miért nem elég nekik a pénz. Tudod, miért akarnak gazdagok lenni? Azért, mert gazdagság, tehát sok pénz
minél több a pénze valakinek, annál nagyobb a hatalma. És ha jön valaki olyan személy, akinek jobban gyarapodik a pénze, mint neki, akkor egy idő után neki nagyobb hatalma lesz, mint a régi hatalomban lévőnek. Érted? Ezáltal mit akar a régi hatalomban lévő elérni? Hogy még több pénze legyen, hogy még több hatalma legyen, tehát még jobban kizsákmányolja az embereket azáltal, hogy ő neki még több pénze legyen. Ez így működik, csak hogy világos legyen ez a kérdés, érted? Mert nem tudjátok, hogy miért akarnak, miért nem elég nekik a pénz. Mert ők nem a pénz érdekli őket, hanem a hatalom. De a hatalom egyenlő pénz, érted? És most gondold végig, az a 13 család, ha nem gazdagodna folyamatosan, akkor már rég utolérték volna a többiek, érted? A többiek rég utolérték volna. És ha utolérték volna vagyonban, akkor már akkora hatalmuk lenne, mint ennek a 13 családnak. Érted? Tehát ezáltal a hatalom miatt egyszerűen nem elég nekik semmilyen pénz. Mert egyre több és több pénz kell, hogy egyre több és több hatalmuk legyen, vagy meg tudják tartani a vezető hatalmukat. Világos ez? Csak hogy tisztázzuk ezt a kérdést. Jó? Na most egy ilyen világban te mi a manót vársz attól, amitől a legtöbb ember vár? Hogy majd a hatalomban lévő emberek megoldják a te életedet. Tudod, hol oldják meg? Ezt! Érted? Ezt oldják meg. Mondj példát, amikor a hatalomban lévő emberek megoldották a lakosságnak az életszínvonalát a te életedben. Ne a történelmet nézd, mert a történelmet hamisítják. Jó? A történelemben azt írják, amit akarnak. A te életedben mond. Fölfele, nem csak lefele. Tehát mondj olyan példát, itt, ebben a 50, 60, 80, akárhány, ha 20 éves vagy, akkor te 20 évedben, érted? Ahol az állami vezetők megoldották a lakosságnak az életét. Olyan nincs. Nem is volt ilyen sose. Soha nem volt ilyen. Tehát a királyok sem oldották meg. Érted? A királyok sem a múltban. Tehát nincs történelmi példa. Nincs. Persze lehet egy mini ország, ahol valami nagyon jó vezető kerül a mini ország élére, és akkor azt talán megoldja annak egy-két ezer embernek. Érted? Vagy például, mit tudom én, vannak olyan arab országok, ami olajból élnek, tudod? És töménytelen olaj mennyiséget termelnek ki, akik komoly ingyen jövedelmet adnak az ott élőknek, az ott született ott élőknek. Tehát nem a bevándorlóknak, az ott született ott élőknek. Érted? Ahol tudom, talán Bahrein is pont ilyen, mert pont ott volt a VB, a foci VB. Emlékszik valaki? Nem, ott volt, hol is? Hát ott, mindegy, akkor nem Bahreinben. Ott a Forma 1 van Bahreinben. Abu Dhabiban van. Jó, Abu Dhabi. Na ott például így van. Na szóval, lényeg az, hogy gondoljátok végig. És mit vártok attól, hogy jobb legyen az életed? Tehát az állam, ha megoldja az életedet, tudod, hogy fogja megoldani? Mondom előre. Hogy mondj le minden vagyonodról, és azért te kapsz, hogy hívják, milyen jövedelem? Alapjövedelmet. Így van. Ha mindenről lemondasz, akkor kapsz alapjövedelmet. Érted? Az gyakorlatilag egy segély. Tehát például Abu Dhabiban ott van alapjövedelem. Érted? Tehát ott nem kell dolgozniuk a benszületteknek, hanem kapnak egy alapjövedelmet, és abból elélnek. Egész jól. Csak tudod, hogy működik az ember? Ha csak úgy
Ezért van, a nyugdíjasokat is megnézed, főleg a nyugdíjas férfiakat. Ha nincs cél, akkor meghal. Az ember úgy működik, ha nincs célja, meghal. Miért élnek a nők tovább? Mert a család marad a további céljuk. Akkor majd a családnak ide besegítek, ebbe besegítek, ava besegítek. A férfiaknál általában ritka az ilyen. Van ilyen, de ritkább. Érted? És ezért a férfiak elveszítik időskorba a célt, tehát nyugdíjas korba, nem kell időskort mondani, nyugdíjas korba, és akkor meghal. Na most ez azt jelenti, hogy az alapjövedelműek gondold végig. Mit fognak csinálni? Leépül. Szépen leépül, ahogy a munkanélkülek is szépen leépülnek, azok is leépülnek. Ugyanúgy le fognak épülni, és hamarabb meghalnak. Tehát, hogyha népirtást akarnak, természetes módon népirtást, akkor alapjövedelmet kell adni a lakosságnak. És akkor lesz egy természetes népirtás. Nem vicc. Komolyan. Szó szerint. Így szó szerint. Ja? Tehát azt akarják, hogy pusztuljon a nép, akkor nem kell nekik dolgozni, alapjövedelmet kell adni. És elpusztul a nép. Miért? Nem lesz értelme az életének. Érted? Tehát az alapjövedelemből ő nem fog jól élni. Most nehogy félreértsd, egy alapjövedelemből senki nem él jól. Segélyekből sem szoktak jól élni az emberek. Élnek. Érted? De nem jól élnek. Tehát nem jól élnek. No szóval, nem kéne valamit tenni azért, hogy legyen egy jobb világunk? De nézzünk, mi is van ezzel kapcsolatban itt nekem. Van egy általános elbutulás, de inkább azt mondanám, hogy elbutítás. És ami nagyon érdekes, tudod, honnan indult az elbutítás? Nekem akkor tűnt ez fel, amikor láttam egy dokumentumfilmet Indiáról. Indiában nem volt kötelező állami oktatás. És elkezdték bevezetni a kötelező állami oktatást. És onnantól kezdve a gyerekek, ahol hagyomány volt, hogy mindig vitte tovább a családi vállalkozást, a családi vállalkozás az a földművelés, vagy állattartás, vagy mind a kettő, mert abból éltek. Elkezdték ugye az iskolát, a kötelező iskolát, mert ugye mi volt régen a kötelező, a nem kötelező iskolában? Megtanultak írni, olvasni, számolni. Aztán ővel elég volt, érted? Szóval, elkezdték a kötelező oktatást, és onnantól a gyerekek már nem akartak a családi vállalkozásba dolgozni, hanem el akartak menni városba alkalmazottnak. Érted? Tehát városba alkalmazottnak. Na most, a Földön akármilyen jól fizetett, akármennyi szabadsága van, akkor is minden alkalmazott, ha tetszik neked, ha nem, ha érint téged, ha nem, szolga. Ennyi. Csak nem így hívják most. Mi még a történelemben, nem tudom, a mostaniak tanulják-e, mi még a történelemben tanultuk, hogy cseléd, szolga, hú, hát ez milyen rossz világ volt. Miért most az alkalmazott, az nem cseléd, nem szolga? Nehogy már azt mondta, hogy nem, hát ugyanolyan cseléd, mint szolga, meg szolga. Ugyanolyan. Tehát, te azt gondolod magadról, hogy szolgának születtél? Vagy cselédnek születtél? Vagy alkalmazottnak? Mert ugyanaz, mind a három, ugyanaz. Annak születtél? Tehát ébredj már föl, hogy nem. Most ment egy ismerősünk lánya, PPH-s. Első osztályba. És mit csinálnak az elsősök? Tök jó, üzletelnek.
üzletelnek az elsősök, érted? Egymással. Gyönyörűen üzletelnek. A nyolcadikosok már nem. Kifogytak a pénzből. Nem. Nem, nincs pénz, az elsősöknek nincs pénz. Érted? Tehát minden ember üzleti szemlélettel született. Érted? Üzleti hozzáállással született. De egész jól elérték nálatok, hogy alkalmazottak legyetek évtizedeken keresztül. Jó, én is voltam alkalmazott 13 évig. De abból olyan alkalmazott, akinek nem volt vállalkozása, csak alkalmazotti jövedelemből éltem, az csak 7 év volt. 7 év. Én csak 7 évig voltam olyan alkalmazott, akinek nem volt vállalkozása. Érted? Tehát nekem 35 éve van saját üzletem. 35 éve. Érted? És párhuzamosan még volt 6 évig. Úgyhogy saját üzletem meg alkalmazott is voltam. És 93-ban elhatároztam, hogy én többet senkinek nem leszek az alkalmazottja. Senkinek. Érted? Én nem szolgának születtem. Oké? Te sem szolgának születtél, csak azzá váltál. És akkor így elkezdtem ugye 87-től a vállalkozást, és 91-től elkezdtem nézelődni, hogy milyen üzleti lehetőségek vannak. És azóta is érdekel, hogy milyen üzleti lehetőségek vannak, de csak kíváncsiságként, nem azért, hogy bármelyikkel is akarnék foglalkozni. Miért? Nem érdekelnek abból a szempontból, bármilyen üzlet legyen ezen a bolygón, miért nem érdekel, hogy nem akarok vele foglalkozni? Mert én szerintem a világ legjobb üzletével foglalkozom. Ennyi. Érted? Mert a világ legjobb üzletének vannak kritériumai. Nézzük meg, hogy milyen kritériumai vannak. Hopp, itt van. Minél, menjünk egy kicsit vissza, minél alacsonyabbak legyenek az indulási és működési költségek. Legtöbb üzlet ennek nem felel meg. Kezdésnél még ne kelljen rá vállalkozást nyitni. A legtöbb üzlet ennek nem felel meg. A jövedelemnek ne legyen felső korlátja. A legtöbb üzlet ennek nem felel meg. Legyen passzív jövedelem. Tehát amiért az ember egyszer megdolgozott, rendszeres jövedelem legyen azt követően is. A legtöbb üzlet ennek nem felel meg. Szabadságot adó jövedelem. Akkor is legyen jövedelem, ha tulajdonos hosszabb ideig nem dolgozik. A legtöbb üzlet ennek nem felel meg. Elég sok vevő legyen, aki megveszi a terméket vagy a szolgáltatást. A legtöbb üzlet ennek se felel meg. Konkurenciaharc van. Tisztességes vállalkozás legyen, amely nem az emberek kizsákmányolásán vagy átmerésén alapul. A legtöbb üzlet ennek nem felel meg. Amennyiben a vállalkozás fejlődése elakad, akkor a tulajdonos kaphasson segítséget a továbblendítéshez. Máshol is kaphat, csak ki tudja fizetni, ez a kérdés. Tehát én már hallottam olyat, hogy egy cégvezető üzleti tanácsokat óránként 1 000 000 forintért kapott. Oké? Mondom, óránként. Nem itt Magyarországon, hanem külföldön. De magyar vállalkozóról van szó. Tehát akinek itt van Magyarországon vállalkozása. Csak kiment külföldre tanácsokért. Az üzlet kidolgozott, másolható rendszer, és ezáltal azonnal elkezdhető legyen. A legtöbb üzlet ennek se felel meg. Kötetlen munkával bárhonnan végezhető legyen. A legtöbb üzlet ennek se felel meg. Kockázatmentes üzlet legyen. A legtöbb ennek se felel meg. Az üzletek körülbelül több mint 90%-a az első 3 évben tönkre megy. Konkurenciamentes üzlet legyen. A legtöbb üzlet ennek se felel meg.
gazdasági helyzet negatív a neha sorá. Na, ellent is látjuk, hogy a legtöbb üzlet nem felel meg. Több lábon állás segítő üzlet legyen. Ez se felel meg a legtöbb üzlet. A munkavégzés gyorsan követő legyen a havi jövedelem. Tehát a munkavégzést gyorsan követő legyen a havi jövedelem. Tehát nem majd fél év múlva legyen jövedelem, hanem végzi az ember a feladatot, és minél hamarabb jöjjön a jövedelem. Ez se felel meg a legtöbb üzletnél. A vevőkör épülhet idegenekre és ismeretségi körre is. A legtöbb üzlet ez se felel meg. Otthonról is végezhető legyen, ne kelljen hozzá iroda, üzlethelyiség, műhely vagy raktár. A legtöbb üzlet ennek se felel meg. Legyen egy közös cél, amivel az emberek egyet tudnak érteni. A legtöbb üzlet ennek se felel meg. Az alkalmazottak és a cég tulajdonosoknak nem azonos a céljuk. Az üzletben dolgozók nem alkalmazottak, de hát nem konkurenciák egymásnak, hanem üzlettársak. Az alkalmazott az neked hol üzlettársad a vállalkozásodban. Az üzleti tevékenységben nem fárad bele az ember, illetve nem rokkan bele. Hány olyat hallottál már, hogy mit tudom én, egy vállalkozó infarktus kapott, vagy agyvérzést kapott, érted? Annyit idegeskedett. Úgyhogy a legtöbb üzlet ennek se felel meg. Jó, a világon csak egyetlen olyan üzlet van, amelyik megfelel ezeknek a 20 feltételnek. És ezt úgy hívják, hogy PPA üzlet. És neked lehet saját PPA üzleted, és akkor nézzük meg, milyen szolgáltatással, jó? Tehát van egy általános elbutulás a világunkban, az elmúlt években ez teljesen láthatóvá vált, az emberek elbutulása. Az elbutulás következménye a helytelen cselekvés, amelynek következménye rosszabb élet. Ugye egyet tudunk abban érteni, hogy minél butább egy ember, annál többet hibázik. Nem? És minél ezesebb egy ember, annál kevesebbet hibázik. Egyet tudunk érteni benne? Oké, okay. Jó, maradjunk ennyiben. Tehát eszesebbnek kell lenni ahhoz, hogy ne romoljon, hanem javuljon egy ember élete. Ebben is együtt tudunk érteni. A buták, akik buták akarnak maradni, akkor ne csodálkozzanak, hogy tele vannak problémával az életükben. Ha jó emberek nem tesznek semmit, a rossz eluralkodik a Földön. Ezt megbeszéltük az imént. Ha jó emberek továbbra sem tesznek semmit, még rosszabb világunk lesz. Tehát ez nem pessimista gondolkodás. Figyeld, ne takaríts otthon, nézd meg, hogy fog kinézni a lakásod egy év múlva. Érted? Ennyi. Figyeld, ha eszel egy edényből, ne mosogass el, mindig abból egyél. Nézd meg, hogy fog kinézni az edény mondjuk egy hónap múlva. Oké, okay. Tehát mindenről gondoskodni kell, érted? Valamiről nincs gondoskodva, nincs megcsinálva, nincs megtéve, az rosszabb lesz, rosszabbá válik. Nem jobbá. Mi? Hogy? Nem értem, hogy hogy butulhatnak így el az emberek, hogy azt hiszik, hogy a semmit tevése jobb világunk lesz. Egyszerűen nem értem, hogy hogy tudtak így elbutulni. Hogy ezt, azt hiszik, hogy attól, hogy nem tesznek semmit egy jobb világért, jobb lesz. Hát basszus kulcs, az elnyomók nem tesznek semmit azért, hogy jobb világ legyen, sőt, azért tesznek, mert zavarosban könnyebb halászni. Hát a gazdag emberek a Covid alatt még gazdagabbak lettek. Körülbelül átlagosan a szupergazdag emberek a Covid időszak alatt megduplázták abban a két évben, megduplázták a vagyonukat. Na, erre varják gombot. Te is megdupláztad? Nem, mert te nem vagy gazdag. Tehát a rossz, apá, itt hiányzik egy Y. Tehát a rossz emberek, azok nem törődnek azzal, hogy az emberek jobban éljenek, érted? Nekik jobb legyen.
Tehát neked is aktívan kellene tenned azért, hogy jobb világunk legyen. Nézzük, mit csinálunk. Aktívan teszünk azért, hogy jobb világunk legyen. Nézzük meg, hogy hogyan is. Hozzásegítjük ahhoz az embereket, hogy eszesebbek legyenek. Van a PPA üzletünk, annak révén juttatjuk el az emberekhez az ember és életjobbító. És akkor folytathatnánk személyiségfejlesztő, tudatosságnövelő képzéseinket. Rendszeresen egyedülálló fejlesztő képzéseket tartunk azért, hogy fejlődhessenek az emberek egy sokkal jobb világ elérését. Tehát ha eszesebbek az emberek, okosabb dolgokat tesznek. Kevesebb problémát hoznak létre a saját életükben és a környezetüknek is természetesen. Ezáltal az emberek hozzájutnak eltitkolt tudásokhoz, élet és emberismeretekhez, képességekhez, továbbá gyakorlási lehetőséghez is nálunk. Nézzük tovább, hogy mit csinálunk. Elég tudást adunk az ember és az élet működéséről. Így képesekké válnak az élethelyzeteik helyes kezelésére, a problémáik megoldására, illetve megelőzésére, a céljaik elérésére, továbbá az emberek és az élet jobbítására, a szellemi és lelki fejlődésre. Hozzásegítjük a tanuló partnereinket. Szerinted ezek fontosak? Szeretet, egészség, elismerés, szabadság, elég pénz. Fontos egy ember számára? Hát akinek nem fontos ez, annak nem tudom, mi a fontos. Ezek következtében az emberek képessé válnak szeretetben, békében, boldogságban együttműködve élni, azért, hogy a Földön 2035-re létrejöjjön egy új korszak, amit úgy hívnak, hogy szeretett korszak, más néven aranykor. A bolygón. Tehát ezt nem kiszoptam az ujjamból, jó? Kaptam egy üzenetet ezzel kapcsolatban, sok üzenetet kaptam, de ez konkrét olyan üzenet volt, hogy itt ezen a bolygón 2035-re aranykornak kell lennie. Ha nem lesz aranykor, akkor ezt az emberiséget úgy, ahogy van, törlik. Tehát az emberiségnek vannak gazdái, csak hogy tisztában legyünk ezzel. Sokkal fejlettebb, sokkal intelligensebb lények. És azért vagyunk itt emberek ezzel a bolygón, hogy tisztázzuk ezt a kérdést, hogy ne alakuljon ki még egyszer olyan a világegyetembe, amit milyen lázadásnak? Lucifer lázad, nem jutott eszembe a szó, köszönöm. Lucifer lázadásnak hívnak, érted? Amikor Lucifer, mint a teremtő Isten teremtetje, szembefordult a teremtőjével, érted? A saját teremtőjével szembefordult. Tehát mondhatjuk azt, mint mikor te szembefordulsz a szüleiddel, de az annál rosszabb. Oké? Szóval, hát nem, az asszony az nem a véred. Jó? Szóval, gondold végig, ezért létrehoztak a világegyetemben két olyan helyet, egyik a Föld, ahol tanulhatnak a lelkek, fejlődhetnek azért, hogy képesek legyenek a szeretetben való feltétel nélküli együttműködésre. Ez a feltétel nélküli együttműködés, ez sok embernek nem tetszik, de most gondold végig, ha tudod, hogy a másik is képes a feltétel nélküli együttműködésre, akkor miért ne tudnál te is feltétel nélkül együttműködni? Hát persze, hogy olyan emberekkel akarsz feltétel nélkül együttműködni, akiről fogalmad nincs, hogy megbízható-e, hát akkor persze, hogy az ember kételkedik ebben a feltétel nélküli együttműködésben. De hát gondold végig, minél tudatosabb egy ember, minél jobban összerakja a saját életét, annál megbízhatóbb. Vagy rosszul látom? Tehát
A másik helyen, ahol a kísérlet folyik, a másik univerzumban, tehát van egy párhuzamos bolygónk, nem itt a naprendszerben van, jó? Maradjunk ennyiben, egy másik föld, ott már aranykor van. Ezáltal ugye mi a forgatókönyv? Az a forgatókönyv, ha 2035-ig itt aranykor lesz, akkor ez a bolygó megy tovább. Ha itt nem lesz aranykor, akkor fogják, megsemmisítik a bolygót, kimentik azokat az embereket, akik megérdemlik, és viszik arra a bolygóra, ahol már aranykor van. De ott aranykori körülmények közé, tehát magyarul, hogyha te nem tudsz együttműködni szeretetben, akkor még oda se visznek el, akkor mész arra a bolygóra, ami már elkészült az univerzum szélén, mint lélek mész oda, nem mint test, mész oda, ami elkészült az univerzum szélén, egy földszerű bolygón, és lehet őskortól újraindulni, jó? Ősközösségi társadalommal, jó? Úgyhogy gratulálok neked akkor. Nem kell ezt elhinni, úgyis így lesz, tudom, hogy így lesz, mert nem mondom, nem az ujjamból szoptam ki, hanem kapcsolatom van elég hosszú ideje, 13 éve gyakorlatilag a fentiekkel. Oké, és ez a kapcsolat, ez rendszeres. Jó, hát azok, akik itt tanulnak, azt, ezt tudják. Ha még nem tanulsz itt, akkor még nem tapasztaltad meg. Jó, tehát ez az utolsó. Egyébként örülj, hogy még élsz, mert 2012. december végével gyakorlatilag ennek a bolygónak itt már aranykornak kéne lenni. Tényleg. Tehát ezen a bolygón 2012, illetve 2013 évelejétől aranykornak kéne lenni. Tehát örülj neki, hogy még élsz. És akkor lehet nézni az elhalálozottakat gyönyörűen, hogy milyen életet éltek, mennyit szenvedtek halál előtt, kit milyen gyorsan vontak ki az élők sorából, vagy milyen lassan, mennyi szenvedés után, és akkor rá lehet jönni onnan, ezekből a példákból, hogy hogy vonják ki az embereket. Oké? Tehát semmi nem véletlen. És akkor végig lehet azt is gondolni, hogy neked melyik a jobb. Az, hogy egy életünk van, egy halálunk van, vagy hogy a lelkünk az inkarnálódik. Melyik a jobb? Érted? És öröklétű. Tehát ha neked azt tetszik, hogy te elpusztulsz, egy életed van, egy halálod van, tudod, mennyire érdekel? Semennyire. Világos ez? Azt hiszel, amit akarsz. Én nem akarlak téged meggyőzni. Én is úgy gondoltam, mert nekem is azt tanították, hogy egy életem, szocializmusban nevelkedtem. Egy életem van, egy halálom. Ha mindenki, aki a szocializmusban nevelkedett, majdnem mindenkinek ezt tanították. És akkor egyszer hallottam egy ilyenről, és elkezdtem gondolkodni, hogy hát most nekem melyik a jobb? Melyikben kéne hinnem? Ha balad lennék abba hinni, hogy egy életem van, egy halálom. És akkor elkezdtem ebbe hinni, és azóta számtalanszor meggyőzöttem róla, hogy ez így van. Nem hiszek benne, hanem meggyőzöttem róla, hogy így van. Érted? Na most ez úgy van, hogyha te valamiben nem hiszel, nem is fogsz róla meggyőződni. Úgyhogy nem kell hinni, legalább nem győződsz meg róla. Érted? És mész ki oda francba. Ennyi. Oké? Kénytelen vagyok így fogalmazni, hogy kinyíljon a szemed. Érted? Hogy rájöjj arra, hogy nem úgy van, ahogy tanultad gyerekkorban. Érted? Meg ahogy azóta is tanítanak. Amikor elkezdik nevetségessé tenni az ilyen tanításokat. Érted? És akkor te elhiszed, hogy ha persze nevetség, persze, de gondold végig, melyik a jobb? Egy életed, egy halálod, és mindent ebben az életben kell megélni, és ezért szenvedsz, mert nem tudsz mindent ebben az életben megélni, vagy tudod, hogy lesz következő életed is. Melyik a jobb? Ha félsz a haláltól, vagy ha nem félsz a haláltól? Ha tele vagy az életedben félelmekkel, melyik a jobb? Vagy nincsenek félelmeid? Mert milyen félelem az alapfélelem?
A halálfélelem. Oké? Minden a halálfélelemből indul ki. Ha nincs halálfélelem, akkor mitől félj? Nincs mitől félni. Világos ez? Főleg, ha az ember teszi a dolgát. Minden embernél kideríthető pontosan, hogy miért született. Érted? Mi lenne a küldetés ebben az életben? Azzal, hogy nem foglalkoznak ezzel a ezzel az emberek, az az ő személyes problémájuk. Tehát mindenkinek bele van kódolva a program, hogy miért született erre a földre. Sőt, az is, hogy mit kellene tenned, még az is be van kódolva. És ez bárkinél meg lehet nézni mondjuk 5 perc alatt. Nyilván aki ért hozzá, mint például én. Mit csinálunk? A tanulóink lehetőséget kapnak üzletépítésre. Hallják a Nyílt Akadémiánál, tehát a nálunk tanulást. A Nyílt Akadémia az a mi alapítású szervezetünk. Van ugye a Hunortrade ZRT, ez az alap, ebből indul ki minden. A Hunortrade ZRT, mint cég áll az egész mögött, Szedlacsik család tulajdonában van, felkínált, kiváló és egyedülálló PPA láncépítő üzletrévén, szabaddá válhatsz, ahhoz, oda mehetsz, ahova akarsz, akkor, amikor akarsz, azzal, akivel akarsz, és addig maradhatsz, ameddig akarsz. Tehát kapott az emberiség 2035-ig egy utolsó esélyt a fejlődésre. Te most kaptál ezáltal egy utolsó esélyt a tudatosodásra, a szellem és a lelki fejlődésre, a boldog életre. Ez a 10 terület az, amiben segítünk minden embernek. Remélem gyorsan elolvastad. Egy lelki fejlődésen tudsz keresztül menni. A szeretet korba föl kellene fejlődni a 6. lelki szintre. Jó? Aki nem fejlődik fel a 6. lelki szintre, az mehet oda ki. Jó? Ha itt a bolygón aranykor lesz, már pedig ugye minden cél ez, hogy aranykor legyen, az azt jelenti, hogy azok maradnak, akik nem. Mert hogy működik egy szociális ember? Elnyomják és továbbadja az elnyomást. Így működik. Sőt, nagyon sok szociális ember úgy működik, hogy nem kell, hogy elnyomják. Valami emlékezteti egy elnyomásra, és bekattan, és onnantól kezdve fogja és elnyomja a környezetében lévő embereket. Na most, emlékezés lesz az aranykorba is. És ki a francnak hiányzik az, hogy valaki emlékszik, bekattan és elnyomja a környezetében lévő embereket? Gondolkozz! Ezért nem lehet bejutni az aranykorba. Mert rengeteg szociális ember úgy működik, hogy egyszerűen valami emlékezteti egy elnyomásra, bekattan és fogja és a mellette lévőt elnyomja. Érted? Úgy működik, mint egy elnyomó. Nem elnyomó, csak úgy működik. Tehát mikor egy szociális ember bekattan, akkor elnyomóként kezd el működni. Ugye sokan ugye csak úgy elnyomók, vagy elnyomottak, bocsánat, tehát csak úgy elnyomottak, hogyha valaki elnyomja, akkor fogja és továbbadja az elnyomást, tehát magyarul ő is elnyom valakit. De mégis, ha megnézzük, a legtöbb elnyomott, tehát szociális ember, az úgy is működik, hogy egyszerűen bekattan. Érted? Bekattan, mert emlékezteti valami egy múltbéli negatív emlékképre. És ezáltal fogja és már is elnyomja a környezetében lévő embert vagy embereket. Tehát az aranykorban nem lesz elnyomás. Miért? Mert nem lehet úgy tanulni, hogy elnyomás alatt állsz. Érted? Mikor az ember tanul és nincs elnyomás alatt, akkor fejlődik. Abban a pillanatban, mint elnyomást kapsz, olyan, mintha nem is tanultál volna semmit. Érted? Visz, elfelejted a tudást. Hiába tanulod meg, elfelejted. Miért? Mert lekapcsol a gondolkodás. Tehát egy bizonyos hangulat szint alatt nincs gondolkodás, csak tisztán ösztönös cselekvés. Ezt fel kellene ismerni. Jó? Nézzük tovább. Van 30 óra képzésünk havonta, értéke 200 000 forint.
és mennyibe kerülnek a képzések? Nagyon akciósan 19.700 forint az első hónap, 12.500 forint a második hónaptól. Ez azért ennyi, tehát ha ezt kiszámolod, ez a 12.500 forintra számítva, ez 420 forint óránként. Senki semmilyen képzést nem kap 420 forintért. Jó, tehát ez azért ennyi, hogy lehessen tömegeket tanítani. Világos ez? Mert ingyen nem adunk módszereket. Nincs módszer. Mert miért? Akinek ingyen kellenének módszerek, azok nem tisztességes emberek. Miért? Mert van egy olyan, egy alapvető működése egy etikus embernek, hogy kapok, akkor adok is cserét. Érted? Nem csak kapni akarok. Ha kapok, akkor adok is. Érted? És azok nem etikus emberek, akik csak kapni akarnak. Tehát nem arról szól a történet, hogy akarsz-e itt tanulni vagy sem, hanem arról szól, hogy létre kell hozni egy jobb világot, és azt csak velük lehet megtenni. Mondom előre, miért? Azért, mert mondom előre, itt van, van 25 nagy témánk. Keresheted a bolygón, hol van ehhez hasonló tudás, úgyse fogod találni, jó? Tehát ez a olvasható, etika képzés, eredményes tanulás képzés, önismeret, vérmérséklet, hangulatjavítás, személyiségfejlődés, fejlesztés, tehát személyiségfejlesztő, elnyomásfeloldó, önbizalomteremtő, szeretetteremtő, párkapcsolat, gyereknevelés, egészségteremtés, boldogságteremtés, célmegvalósítás, kommunikáció, emberi bánásmód, hatékonyság, növekedés, leszoktatás, rossz, jóról nem kell leszokni, rosszról. Pénzteremtő, szervezetvezető, probléma megoldó, sikerteremtő, életszervező, marketing, konfliktusfeloldó. Most mutatom, hol tartunk. Itt vagyunk. Ennek hatodik hónapja, tehát már 150 óra lement belőle. Ez nem csak gyereknevelés, mert te is voltál gyerek. És ebből valaki, ha itt tanul, észrevette, hogy mit szúrtak el rajta a szülők, vagy egyéb emberek. Persze arra is rá lehet jönni, hogy te mit szúrtál el a gyerekednél. Persze. Igaz? De ugye az ember az volt gyerek, tehát itt nem csak arról szól a történet, hogy volt gyereked, hanem arról is szól, hogy te is voltál gyerek. Jó, és ha az ember rájön arra, felismerése van avval kapcsolatban, hogy mi miatt olyan, amilyen, akkor ezzel lehet változtatni. Ha nincs felismerés, hogy mi miatt olyan, amilyen, akkor nincs változtatás, nincs változás. Oké? Ez az alap. És egyébként még ezen kívül van, a felismerésen kívül még van 10 lépés, amire az ember képes megváltozni. Még 10 lépés. Jó? Mi nézzük tovább. Jó, ezeket már végigmentünk. Tehát itt a 25 téma. Akkor nézzük egy példát, jó? Tehát van 13 évünk, nagyon oda kell tenni magunkat, mert nagyon sok olyan ember kell, aki a jövőben tanítja és vezeti az embereket. Oké? És minél hamarabb kell. Tehát ezért néztünk egy olyan példát, hogy mondjuk 2 havonta kétszer annyian lesztek. Érted? Tehát mindenki 2 hónap alatt hoz 1 ember. Jó? Ez egy 24 hónapos terv, havi 30-60 órás módszeres ajánlással, üzlettársként legalább 2-6 főt hozva havonta.
Nyilván, ha az ember elrontja a jelölteket, tehát az egy más kérdés. Mondjuk az első hónap végére, ha ketten vagytok, akkor keressel csak nem 10.000 forintot. Nem nagy pénz. Két hónap múlva mondjuk öten vagytok, de már a jövedelmet 14.000. Negyedik hónap végére 10 lettetek, itt már 18.000. Tehát itt az azt jelenti, hogy nem mindenkit te hozol, hanem részesedsz más teljesítményéből is. 8. hónap végére 40-en vagytok, 72.000. 10. hónap végére 80-an lettetek, 132.000 forint a jutalék. 12. hónap végére 160-an vagytok, 7-es vezetői szint, 19.400 pont, pontban mérjük a befizetéseket, a tandíjakat, minden. Tehát úgy vannak a pontok, hogy egy pont az 500 forint tandíj befizetés. Jó, és 240.000 forint a jutalék. Mondjuk a 14. hónapot nézzük. Már vagytok 320-an, 576.000 forint a jutalék. Következő két hónap, 16. hónap végére a havi jutalékról van szó. Már 1.344.000 forint a jutalék, és vagytok 640-en a csoportban. 18. hónap végére vagytok, mennyien? Hol van? 1280-an, így van, és 3 millió forint fölött van a jutalék. 20. hónap végére 2560-an, és 7 millió forint a jutalék. Majdnem. 22. hónap végére vagytok 5120-an, és 15 millió forint a havi jutalék. Jó? Hol a 24. hónap? Azt kivágtam. Azt eltüntettem. Az már 30 millió fölött van, igen. A 24. hónapban, az kimaradt. Jó. Szóval, lényeg az, hogy gondoljátok végig, ha nem tesszük a dolgunkat, és nem eszesítjük az embereket, nem lesz aranykor. Megyünk a levesbe. Mint előtte 6 emberiség. 6 emberiség ment a levesbe, mióta a bolygón ezt bevezették, ezt a másfél millió évvel ezelőtt bevezették ezt az iskolát. Tehát a lélek fejlődésének az iskolája. Tehát a Föld a lélek fejlődésének az iskolája. Oké, ez másfél millió évvel ezelőtt lett bevezetve. Ezzel egy időben a Teremtő megállította a lelkek teremtését. Másfél millió éve nincs lélekteremtés. Ezáltal jó, ha tudod, hogy a te lelked idősebb, mint másfél millió éves. Oké, mikor kezdődött a lelkek teremtése? Kimondhatatlanul sok évvel ezelőtt. Oké? Azóta milliárd lélek lett létrehozva a Teremtőből. Oké? A Teremtő magából hozta létre a lelkünket. Tehát itt gyűlölködnek az emberek a bolygón, az mindenki lélek testvér, érted? Mindenki. Csak nem egy időben lettünk teremtve, hanem különböző időszakokban. Van, aki régebben, van, aki kevésbé régen. Oké? Szóval, itt van egy óriási dolog, amit úgy hívnak, hogy korszakalkotás. Mi most egy korszakalkotás szerepbe vagyunk, vagy te tudsz lenni egy korszakalkotó szerepbe. Történelem során nem volt még ilyen. Tehát mikor én ezt végig gondoltam, hogy egy korszakalkotó szerepbe kerülhettem, engem ez baromi mód motivált. Nem tudom, hogy vagy vele, de én úgy látom, hogy úgy nem annyira motivál, mint amennyit engem motivált. Hát gondold végig, a történelemben ilyen nem volt.
legalábbis mióta ez az emberiség van. Tehát itt a korszakok azok nem ilyen élesen jöttek létre, mint ahogy most az aranykornak kell létrejönni, hanem én szépen ilyen átmenettel, érted? Az átmeneti korszakot 2012 óta éljük, ez az átmeneti korszak, és ennyi. Nincs további átmeneti korszak, utána jön a szeretett korszak, az aranykor, és utána az a cél, hogy visszakerülhessünk a fejlődésünk révén, ha ide, ide megyünk, megnézheted, mindjárt oda szaladok, hopp, hopp, itt van, ide visszakerülhessünk a beteljesülés szintjére, azaz elérhessük, hogy a magasabb létformába visszakerülhessünk. Tehát mindenki a magasabb létformából jött, minden lélek, és visszakerülhessen a magasabb létformába. Tehát gyakorlatilag nincs olyan, hogy valaki ide a földre lett teremtve, nincs ilyen, minden, ez nem létező, mindenki előtte lett teremtve, és volt egy föld előtti léte, mielőtt a földre került, mindenkinél. És egy kérdés van, hogy ki mennyi életet élt meg a földön, de nem úgy, hogy vállaltan, hanem reinkarnációban. A reinkarnáció pedig az, hogy leszülettél egy lelki szintre, és visszafejlődtél, és utána újra kellett inkarnálódni, hogy visszaszerezd azt a leszületett lelki szintedet. Érted? Ennyi. És ezáltal sokan itt maradtak, akik nem fejlődtek az életükben, hanem visszafejlődtek. Vagy te nem látsz ilyet? Nem néztél meg embereket, akik már nincsenek az életük tehát nincsenek az élők sorába, hogy visszafejlődtek, hogy nem fejlődtek mondjuk mióta ismered őket. Nyilván nekem előnyösebb a helyzetem, mert nem 20 éves vagyok, egy 20 éves még sok ilyet nem látott. Én már itt 60 fölött láttam ilyen embereket, nem egyet, nem kettőt, hanem sokat, főleg azért, mert népes rokonságom van, érted? Hogy mennyi tudtak visszafejlődni, hogy mondjuk 20-30 évvel ezelőtt mennyivel jobban tudtak működni, érted? És az életük vége felé meg sokkal rosszabbul működtek, sokkal. Tehát nem fejlődtek, hanem elbutultak. Kiválóan hatott rá a fogyasztói társadalom elbutító hatása. Tehát itt részt vehetünk egy korszakalkotásba, érted? És akkor gondold végig, egy olyanba lehet részt venni, ahol megemlékeznek arról, hogy mi létrehoztunk egy aranykort. Érted? És kik vettek ebbe részt? Hát nyilván elsősorban azok hozták létre, akik tanítói szerepet vállaltak benne. Nem azok, akik csak haszonélvezők akartak lenni, hanem tanítói szerepet. Nyilván aki aktívan vesz részt egy korszakalkotásba, azokról lesz megemlékezve. Hát nyilvánvaló, gondold végig. Tehát itt egy kérdés van, nem az a kérdés, hogy te most mit akarsz, az a kérdés, hogy létre kell hozni egy új világot, érted? Mert nagyon nagy bajba lesz az emberiség. Ennyi. Oké? Még akkor is, hogyha nem hiszed el nekem, hogy mit tudom, aranykor lesz meg, stb., akkor is hova fejlődünk negatív irányba? Hova? Nézd meg! Nincs pozitív irányba fejlődés. Az emberiség totálisan hűl. Totálisan. Érted? Egyre kevesebb a természeti lény is, tudod, akik ilyen törzsekben meg össze-vissza élnek, azok tartották még a nem elhűlést, de már egyre kevesebb, már lassan nincs is. A civilizáció, ez az elhűítő civilizáció, nem mindenhova betette a lábát. És szépen az egész bolygó lakossága elhűl, hát nézd meg, erre tipikus példa, Covid. Sikerült elhűíteni a bolygón lévő embereket? Bebizonyították-e, hogy milyen hülyék az emberek? Bebizonyították.
A hatalom bizonyította be, hogy mennyire el vannak ülve az emberek. Hát én azt hittem, hogy ilyet nem lehet csinálni az emberekkel, amit csináltak velük itt ebben az elmúlt három évben, érted? De bebizonyították, hogy lehet. És akkor gondold végig, mit tudom én, fogják és azt mondják, jó, akkor még nem csinálják, jó, akkor mondjuk ne legyen pénz. És akkor az emberek, jaj, de jó, nem kell pénzt szipelni. Akkora hülye vagy, hogy nem is tudom mondani, ha ezt gondolod, hogy jaj, de jó, hogy nem kell pénz. Én mindenütt készpénzzel fizetek, direkt, érted? Nem bankkártyával. Miért? Tudod miért? Mert onnantól kezdve, ha megszüntetik a pénzt, azt csinálnak veled, amit akarnak, totál kiszolgáltatott vagy anyagi szempontból. Érted? És azt mondják, ha-ha, neked nem kell, hogy mit tudom én, van 10 millió forintod, neked nem kell, hogy csak egy forintod legyen a bankszámlán. És egy gombnyomás. És már csak egy forintod van. Ez ennyi. Érted? Miért nem láttál erről filmeket? Én nem egyet. Még fönn is van ilyen film a weboldalunkon is. Több is ilyen. Több. Hát persze, hogy történt ilyen. Hogyne. Jó, tehát mondom, abban a pillanatban, ahol megszüntetik a pénzt, ott az emberek kiszolgáltatottá válnak. Teljesen. És akkor onnan mit kell csinálni? El kell kötözni azonnal. Olyan országban, ahol van pénz. Érted? Tessék? No, szóval nem lesz olyan, hogy az egész világon nem lesz pénz, azt felejtsétek el. Nincs egység a világban, nem is lesz sose. Jó? Maradjunk ennyibe. Ha lenne egység, akkor nem lettek volna világháborúk. Jó? Tehát bebizonyított, hogy nincs egység. Tehát a hatalom terén sincs egység. És nem is volt sose, nem is lesz sose, hanem mindig pont a hatalomban lévő 13 család harcolt egymással, régen 14. Mert még a japán császár is ide tartozott, most nem tartozik. Jó? Tehát lényeg, hogy várunk szeretettel, ha eszesedni akarsz, ha jó neked az elbultulás, akkor szeretünk így is. Úgyis szeretlek benneteket, sziasztok! Mindig az bántódik meg, akinek talál az, amiről beszélek. És de nem megbántani akarok embereket, hanem kinyitni a szemüket. És ezt nem lehet ilyen finoman, árnyaltan. Fogalmazunk árnyaltan. Nem lehet. Jó? Úgyhogy erről ennyit.